szép lassacskán, most már 3-4 lesz. Tudjátok, hogy én nem ortodox voltam, hanem igenis mindenről meg volt a véleményem. A sztorit ki volt ott velem a vezetőképzőn, amikor a dr. Szabó Gáborral ültünk együtt, és a 700 ember ült egy terembe, és majd megbeszélés volt, a prémesz lányok voltak, azt hiszem, az előadást tartani, és mi elkezdtük kommentálni az előadást, és ültek el az emberek mellélünk, hogy fogjátok meg a kofátokat, olyan hülyék vagytok. És ültek el mellélünk a keresztül, az jó, még Virág Józsi volt. Prémesz lányok, persze, na, ennek se lennék a gyereke, meg hát egyet szoktak. Lényeg, és akkor én úgy gondoltam, hogy én vagyok a jó oldalom. És ebben az évben úgy gondoltam, hogy nagyon nehezen és nagyon sokára ráéreztem, legalábbis a szakmai részére mindenképp. Ne vegyél filmfelvételt. Tamás, nem tudom elképzelni. Először azt mondd meg, hogy az előbb azt mondtad ott az előadáson, hogy a Renault Nuskinra cserélted. Jól hallottam? Igen. Ez miért van itt a Renault Sing? Az a szívem. Jó, 18 évet nem lehet az ember életébe kitalálni. Értem, pedig ki kéne. Ne zavarj már meg. Jó van, bocs. És 2010 volt az az év, amikor úgy éreztem, hogy nem lehet hiányozni semmilyen rendezvényről, embereket kell odavinni, és toborozni kell rá, és megértettem, szerintem az egész lényegét. Én idén értettem meg, és jövőre fog dolgozni. Tehát az eddig, ami volt, az... Nem. Pre-marketing! Igen, ez évértékelő beszéd, körülmények az asztalon. Jó, igazából addig azok csatlakoztak hozzám, akik valamilyen szinten mind ismerőseim és hittek bennem. Akárkit nézünk a csapatból. Tehát idegen ember, be tudtam regisztrálni nem is 1000 ponttal, de nem tudtam munkára bírni őket. Vagy nem volt elég nagy a szög. És hát nyilván a mélységépítés megy, elkezdtem Miskolcon is dolgozni, mert rájöttem, hogy sokkal nagyobb merítés a 180-200 az ember a vonzás körzet, bár ahogy mondják, sokkal hülyébek, mint Egerben. Egy dolog a lényeg igazából, hogy ha megnézzük, hogy kik sikeresek ebbe az üzletbe, bárki, akivel beszélsz. Tehát nem látsz olyan embert, akiben nincs szenvedély, nem látsz olyan embert, akinek nincsenek konkrét céljai, és nem látsz olyan embert, aki nem dolgozott meg érte. Tehát egyszerűen nem lehet megúszni munka nélkül. És nem lehet megúszni szenvedély nélkül. Ez tényleg egy olyan üzlet. És amit a utolsó vezetőség, vagy nem tudom mit mondtam, hogy tényleg az első az, hogy tegyél rendet magadba, egészség, szépség, meg szépség nem érdekel, de egészség szempontjából tegyél rendet a fejedbe, és utána ezt próbáld átadni az emberek. És én ilyen vagyok, hogy látható, hogy mi a helyzet, de mégse úgy megy. Ott van az Iani képzőnek a adatlapja. Hány meghívás, hány 10 perces, hány résztvevő. Ez nincs mit hozzátenni. Aki ezt nem hozzá, ne várjon el elérni. Ezen gondolkoztam, hogy mivel fogunk kezdeni a január első konzultációt veled, amit kértél. De hogyha azt fogom kérni, hogy na, akkor a konzultációs lapot vegyük mellé, szerintem beszélj az irodába. De bemegyek, mert én az eredményt akarok elérni, és akármit nézünk, tényleg látható, hogy az ember ezt megérti és megkeresi a partnerét, 12 embert keresünk csak, vagy 15-öt tök, mindegy. És emlékezzetek rá, mindenki megjutna a nétednek a levelét, milliókkal kell beszélnünk, és tényleg nem kell foglalkozni valaki, most elzavar, beszéltem egy nagy ingatlanosság, aminek csak van gógyia, meg kurázsia hozzá, hogy legalább meghallgassa. Annyi dolgom van, nincs időm semmire. És mondom, hová fog vezetni? Én ezt élvezem, mondom, hogy élvez tovább. Hát most nem vagyok. Tamás, és ezért a kis iskoláért, amit itt végezgetsz, meg tesz, ez mennyit fizetett éves szinten a Nuskin, azt megmondod? Nem számoltam össze, de hát most az átlagi negyedmillióm nekem megvan mindig, de ez nekem nem elég. Uh-huh. Tehát egy lápis szint az igaz, ami a lóban. Tehát egy 3 milliót kifizettek neked ebbe az évbe? Hát most kb. Nem szerintem, mert a 2,5-szer 12 az 3, azért volt olyan hónap, amikor 115 000 forintot kaptam. Jó, tehát akkor 2 és 3 millió között? 2 és 3 között, igen. Oké, köszi. Így van.
És ráadásul azt nézzük, hogy milyen befektetéssel, akkor azért sokkal nagyobb eredmény. Talán hol fizetnek ennyit melyik iskolába tanulásért? Tudsz, te tanár úr voltál, nem? Vagy még most is? Fél lábban. Fizetnek ennyit valahol iskolába? Nem, én ezt akartam elmondani, hogyha hozzám kerül a szó, de akkor mondom most. Igen, mondja. Hogy én ugye 24 évet töltöttem el a pedagógus pályán, és ebbe az évbe, ugye elkezdtem januárban 20-ként, 5 hónap után nagyobb kifizetést kaptam, mint amit 24 év alatt bármikor a pedagógus pályán. Köszönöm szépen. Jó, ezt fogjuk folytatni, nagyon jó. Ez... Nem is akarok most egyelőre. Oké, majd hozzád ér a kör mindjárt, úgyhogy köszönöm. Jó, hát Tamás, köszönjük szépen. Első osztály el van végezve. Jó. Általános network marketing iskola. Még azért egyet figyelmébe ajánlnék a üzletkötő barátaimnak, mert bárki, aki itt van. Én a november hónapban, meg a decemberben is ilyen mélyrepülésben értem meg, akármilyen eredménye volt novemberben is, hát nem volt egy rossz hónap. Azt nem tudom, hogy lehet levetkőzni a konzultáció része is, hogy vannak jó névlistáim, megkapom, és előre lejátszom a meccset. És nem pozitív a meccs. Igen, igen. Nagyon jó, ezek a felismerések, ez az. Felismerés az, hogy azonnal pozitívan válok, hogyha elkezdek velük beszélni. Ne, igen. Mondani, hogy minden nap az első hívás a legnehezebb. De ha megkezded, és tényleg hívás listán van, hogy a Viktor mondja, hogy nincs kegyelem, akármilyen tökfej, akár ha asztalos, ha üveges, ha nyugdíjas rendben, fölhívod, és megvan akár a 30 másodperc, vagy a 3 perc, akár vagy 4, nem sajnálom, hogy az embereket kicsit kiborítsam a mindennapjaikból, és megtudod, hogy jön-e vagy nem. Bocsánat, hogy félbeszéltem. Leslie, te, mint a nagy szakértője a nagy network marketingnek, vicces, mondd már meg nekem azt, hogy honnan származnak a problémák. Nem beszélsz elég emberre, és nincs igen. Elég emberre rendezvényen. Köszönöm szépen. Ez pontosan erre a választ, ha számítottam. Köszönöm szépen. Ez az alap, ugye alapelvek. Köszönöm szépen. Ez nagyon jó. Ugyanezt mondtam én is igazán. Hát most mondtad el, hogy pont ez az a lejátszott fejbe. És hogyha fej van, akkor semmi baj nincs az égett a világon. Ja. Igen, és a fel kell vérteződnünk igazából, hogy tehát az tudás is kell, és nem kell halálra képezni magunkat, csak megérteni az egész üzletet. Hogy igenis. Ahogy a néten, hogy nincs senyálisabb üzlet befektetés nélkül ezt a pénzt elérni, ezt a jövedelmet. Nagyszerű. Ti is így gondoljátok? Jani? Igen. Igen, jó. Kicsit bővebben? Nagyon igen. Jó, oké, nagyon igen. Zolika? Igen. Jutka? Ti is szeretitek ezt csinálni? Tényleg? Ez tényleg olyan jó dolog? Komolyan jó, oké. Oké, nagyszerű. Lacikám, te hogy látod ezt, mint külső szemlélő? Készül a könyved? Igen. Jó, oké. Lacikám, felállnál létre tetejére? És onnan elmondanád? Most egy létrával jövök lefelé, eddig előtt teljesen is szeretném egy másik létre a formát. Nagyszerű, jó. Ez a létre már mindjárt. Oh, megjött. Ennyi virsli? Oh, de milyen virslik ezek, hallott? Nézd már. Ez igazi ilyen jó fajta. Renault-sűzni. Ó, ott egy szkenner. Szkenner. Mennyi pénzt kerestünk ezzel is? Pont na jó van, most már ezt abba hagyom.